A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm nézőinket! Mobiltelefonjai gyártás kihelyezésének jelentős növeléséről állapodott meg a svéd Ericsson a finn Elcotec ipari csoporttal. Az egyezmény értelmében különösen az Elcotec pécsi üzemében növekszik majd az Ericssonnak gyártott mobiltelefonok termelése. A finn cég 15 éve beszállítója az Ericssonnak, az idei év eleje óta szerel össze Magyarországon Pécset is mobiltelefonokat a svéd partnernek. Az Elcotec részvénye a bejelentés után 20,5%-kal ugrott meg a Helsinki tőzsdén. Az Elcotec csoport eredménye az idei első 9 hónapban több mint a 10-szeresére, csaknem 40 millió euróra emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az értékesítési árbevétele 1,5 milliárd euró volt, ami több mint 3-szoros növekmény éves összevetésben. A kiemelkedő bővülés elsősorban az Ericssonnak végzett, mind szélesebb körű kihelyezett gyártásnak köszönhető. A Magyar Kereskedelmi Szolgálat skandináv országokban működő irodáinak vezetőit tartanak tájékoztatót holnap délelőtt a Pécsi Kereskedelmi Központban. A rendezvényen a skandináv és a balti országokkal fenntartott kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok helyzetéről és a jövőbeni kilátásokról lesz szó. A kormány úgy határozott, hogy a nagyfogyasztók számára 43%-kal drágul a földgáz november 1-től. A jelentős áremelésre az energiahordozó magas világpiaci ára miatt van szükség. A döntés következtében országosan mintegy 500 vállalat költségei növekednek. A gázáremelés azokat az ipari fogyasztókat érinti, akik legalább 500 köbméter per órás gázórával rendelkeznek, és a magyarországi 12 milliárd köbméteres gázfogyasztásnak összesen a harmadát teszik ki. Körülbelül 100 nagy fogyasztónkat érinti ez a három megyében, ebből körülbelül egy harmada baranyai fogyasztó, ebből a 31 néhány fogyasztóból olyan szűk 30-at érinthet, hiszen a kormány sajtótájékoztatója szerint a távhőszolgáltatókat nem érinti ez az áremelés. A 30 fogyasztó nagyobbik része az mezőgazdasági élelmiszeripari fogyasztó. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél 5 naponta történik a számlázás, már november 5-én a 43%-kal magasabb gázszámlát állítja ki a szolgáltató, amely még néhány kérdésben további szabályozást vár. Nem tudjuk, hogy a MOL és a gázszolgáltatók vonatkozásában ez az áremelés hogy alakul, érinti-e ez a gázszolgáltatók árését. Nem tudjuk, hogy a nagyfogyasztóknak csak a gázdíjára vonatkozik az áremelés, vagy pedig a úgynevezett teljesítménydíjra is. Az európai tendenciáktól jelentősen eltér ez a gázáremelés abban a tekintetben, hogy éppen azokra a nagyfogyasztókra vonatkozik, akiknél a gázszolgáltatás fajlagos költsége alacsonyabb. A mi összes költségeinek kb. 25%-a a gázköltség, és ez évi 40 millió forint, amely, hogyha 40%-kal megemelkedik, az durván 10 millió forintot jelent, és hát akárhogy is nézzük, ez kapásból elviszi az össznyereségünknek közel 8-10%-át. Ez jelentős mértékben befolyásolja a versenyképességünket. Természetesen mindenki megpróbálhatná áthárítani ezeket a költségeket a vevőre, de a piacon a termékeinknek van egy kialkudott, elfogadott és egy versenyképes ára. Nem lehet ezeket egyik napról a másikra ilyen mértékben megemelni. Az idei inflációt 0,1%-ponttal növelő gázáremelés közvetlenül nem érinti a lakosságot, ám a szakemberek véleménye szerint közvetve jelentős hatással lesz, elsősorban az élelmiszeripari termékek árára. Ezt támasztja alá a pécsi sörfőzde tájékoztatása is, miszerint a gázáremelés éves szinten 30 millió forint többletköltséget jelent a vállalat számára, amelyet január 1-től áremeléssel lesz kénytelen a fogyasztókra hárítani. A pécsi szénre épülő energiaellátást ez az áremelés nem érinti, ám a pécsi erőmű gázüzeművé történő átalakítását befolyásolhatja. Számításaink azt mutatják, hogy mintegy 50-60%-os gázáremelés esetén kerül egy értékre egy széntüzelési változattal szemben a gáztüzelési fejlesztés. Tehát a kérdés az, hogy ez a gázár mivé válik, és így marad-e, változik, csökken-e vagy nő? Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk, és nézzenek bennünket a hírórában a híradó után.